Az Óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola Diákparlamentje idén is megszervezte a hagyományos tavaszi húsvéti vásárt, amelyen az intézmény minden tagozata részt vett. A tanulóknak volt idejük felkészülni, mert mint az iskolában megtudtuk, körülbelül egy hónappal ezelőtt meghirdették a vásárt, amelyen a kreatív és színes dísztárgyaktól kezdve a süteményekig mindent meg lehetett vásárolni. A gyerekek nagy lelkesedéssel készültek a vásárra, amelyben a szülők is részt vettek. Gyerekekkel házi muffint sütöttünk, nagyon is örültek a gyerekek ennek a húsvéti vásárnak, segítünk a tanítónéniknek nagy örömmel, szóval igyekeztünk egy házi muffint sütni, és ezt be is hoztuk. Én azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon sokat jelent a gyerekek számára az, hogy már a legelső együtt dolgozhatnak a tanítónéniekkel, a szülők is ugye csatlakoznak az előkészületekben, valamint már az, hogy úgymond a pénzzel is megismerkednek, úgy, mint eladók és úgy, mint vásárlók is. Tehát itt nálunk az a cél még, hogy a vállalkozó szellemet a gyerekekben kicsit felkeltsük, és akkor így a továbbiakban meg fogjuk látni, hogy ki az, aki tényleg érdemes rá. Van külön tantárgyunk is, ami ezzel foglalkozik, úgyhogy szeretnénk ezt kicsit felébreszteni, akár még már alsóban is. De hát ugye az élmény, ami a legfontosabb, meg a boldogság, meg az a sok minden, amit vásárol, és akkor utána elmondhatják otthon is, meg egymásnak is. Erre a vásárra az összes A osztályokkal közösen készültünk az 5-től a 8. osztályig. A többiek sok mindent készítettek, mi pedig muffint sütöttünk. Jól érzem itt magam, nagyon jó ez a vásár. A tavaszi vásáron befolyt összeget a gyerekek döntése alapján az iskolakert öntöző rendszerének megvásárlására fordítják.